Hegedűs Péter filmrendező több mint 30 éve él Ausztráliában. Meghatározó számára magyar származása, itthoni gyökerei, és talán épp ezért filmjeinek témája is legtöbbször kelet-közép-európai. A közelmúltban Budapesten mutatták be legújabb filmjét, melynek címe Hallasz engem, Szorella utolsó fotója. A megrázó történet alkotója a vendégem köszöntelek kedves Péter! Szerint. Egy 1941-ben készült archívfotó került a kezedbe, ami Igen. elindította a legújabb filmedet az alkotás területén. A, mi fogott meg, maga a kép, vagy a mögötte húzódó történet? De elsősorban a kép fogott meg engem, tehát látni egy, egy tíz éves kislányt azon a képen, és tudni azt, hogy miután lefényképezték őket rá, mondjuk 6-7 percre kivégezték őket, ez egy, ez, ezt egyszerűen nem tudtam elfelejteni, és nagyon, nagyon megfogott és akkor is határoztam, hogy erről egy filmet kéne csinálni. Mert azt is éreztem, hogy ez, ez a fotó ugye ott van a neten, de senki sem foglalkozik vele már, mert olyan régen történt ez az egész. És akartam találni egy egy, 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 megoldást arra, hogy ezt, ezt a fiatalabb generációknak megmutassam. És ugye nem egy ilyen hagyományos dokumentumfilmet akartam készíteni, nem is igazán játékfilmet, de egy olyan eszköz használni, ami, ami amit, amit a fiatal generáció szeret és ismer. És ekkor jött ez az ötlet, ez a, ez a 360 fokos technológia, amit akkor még nem is értettem igazából, csak tudtam azt, hogy láttam egy filmet azelőtt, ami, ami, ami arról szólt, hogy igazából egy, egy rossz álomról szólt, és valakinek a rossz álmáról. És belekerült az ember abba az álomba. és tényleg azt éreztem, hogy abban az álomban voltam. És akkor ugye megláttam ezt a fotót, ezt a, ezt a fényképet a netten, és akkor azt éreztem, hogy mi lenne, hogyha ha ezt életre tennénk ezt a fotót ebben a világban, ebben a, ebben a 360 os világban. Igen. Tehát a múlt történetét a jövő technikájával a jelen generációjának Igen. próbálod így jövő átadni, jövő Igen. de tulajdonképpen két film készült, Igen. hiszen van egy rövid film, egy kis film, Igen. és van egy hosszabb dokumentumfilm. Mi a kettő között az alapvető különbség? Hát elsősorban ugye én a kisfilmet akartam megcsinálni. Amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor, akkor ez a dokumentumfilm ötlet még még akkor nem született meg. És miután a kutatás elindult, elmentünk Lettországba, és elhatároztam azt, hogy ugye, ha most csináljuk a kutatást, akkor, azt, akkor készítsünk interjúkat is azokkal az emberekkel, akik mondjuk tudnak erről az esetről, ugye, mert az a fénykép ugye akkor született meg sajnos, amikor ugye volt egy nagyon szörnyű mészállás Lettországba 1941-ben, decemberében, ahol közel négyezer gyereket is nőt öltek meg a lett és német nácik. És ugye, ahogy ezt, ezeket az kész, ez interjúk készültek, ugye beszélgettem olyan emberekkel, akinek a szülei ö, ismertek valakit, aki ott volt, aki meghalt, akkor rájöttem arra, hogy igazából ez egy nagyon, tehát nagyon érdekes történet hogy pontosan hogy is jutottunk el ahhoz a ponthoz, hogy erről egy fénykép készüljön. És, ö, ez nagyon foglalkoztatott. És akkor így egyszerűen két folyamat indult el egymással párhuzamosan. Ez Nem, nem szándékkal indult ez a dokumentumfilm. igen. Nem Én volt zökenőmentes a forgatás Lettországban, mert közben COVID-járvány is volt, igen, de ezt igen. a sajátos igen. holokausz történetet úgy vitted át, hogy közben a saját családod történetét igen. is belevitted a filmbe. Igen. Ez, miért volt ez a szál, ez a plusz szál benne? Igen, hát ugye amikor elkezdtük vágni a dokumentumfilmet, akkor a, az a kérdés felmerült, hogy pontosan mi motivált engem arra, hogy most tényleg ezzel olyan mélyen foglalkozzak. És persze rájöttünk arra, hogy nekem, a nagymamám is ugye zsidó származású volt, és őt, őt elvitték belgen -be, az ember, a koncentrációs táborba, és ő ott volt, azt hiszem, több mint egy évet. És gyerekként ugye Budapesten ültem föl, és amikor meglátogattuk, és, és ott voltunk pár napra, akkor ugye az volt, hogy mind, mesélt, mesélt, a táborról, és mindig mondta nekünk, hogy ha nem eszünk meg a reggelit, akkor ő azt bele fogja főzni az ebédbe lehet, hogy nem is mondta így ki, de mindig az történt, és ez benne maradt, hogy ő 36 kiló, kilós, kilós volt, amikor ugye szabadult, és ezt ezt az igazságtalanságot, egyszerűen nem tudtam felfogni, nem értettem, és rájöttem arra, ahogy kezdtük vágni ezt a filmet, hogy, hogy tényleg ez, ez benne van, ez az élmény, ez a, ez a harag mondjuk, ez az igazságtalanság, és ez, ez a film segített abban, hogy ezt vagy kihozzam, és foglalkozzak ezzel. Igen. Te magad is szerepet vállaltál a filmben, egyszer korábban említetted, hogy színésznek készültél. Igen. Viszont nem a jó oldalon álltál a filmben. Nem, 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 igen. Ha, nem ezt vállaltad? Van. Vállaltam, igen, nagyon fontos volt még ez, volt egy technikai oka is, ugye, mert ha az ember egy ilyen 360 fokos filmet készít, akkor egyszerűen nem lehet, nem lehet elbújni a kamerától, ugye? Tehát mindenki, aki ott van a jelenetben, vagy ott van a kamera körül, az benne van a filmben és ezért ugye ezt a szerepet én felvállaltam, mert ugye ez, ez, a, ez volt az egyetlen szereplő, aki végig ott volt mindenhol. És ezért ezt elvállaltam, nagyon furcsa érzés volt ugye ezt felvállalni, és igen, de, de meg kellett tegyem. rendezőként, de rendező is voltam a jelenetben, ugye figyeltem mindenkit, de ugyanakkor meg el kellett játszom azt a, azt a lett katonát, aki biztos, biztos hogy benne nagyon sok lett katona, azért ugye Ö, ellentmondásos érzésekkel küzdött. Ugye, ez, ö, de hát igen, ezt meg kellett tenni. Sajátosan kelet-közép-európai alkotó vagy, annak ellenére, hogy 15 ezer kilométerre és innen, hiszen első filmedet is ides, ö, ö, nagypapádról készítetted, igen. aki Magyarország minisztere volt, ö, miniszterelnöke volt az 50-es években. Miért fontos az, hogy onnan látva mutasd be a kelet-közép-európai hajdani történéseket? Szerintem ez, ez egy nagyon jó kérdés, de, de amikor ugye jönnek ezek az ötletek, akkor, akkor nem arra gondolok, hogy miért fontos ezt ott látni, hanem arra gondolok, hogy miért fontos egy ilyen filmet csinálni egy általában a világnak. Mert én azt gondolom, hogy azok a problémák, amik itt vannak, az ott is vannak, csak más formában és ezt próbálod átadni a fiaidnak is, hiszen most a családdal Igen. érkeztél Igen, Ausztráliából, Igen. és ahogy a nagypapád a nagymamát történetét feldolgozott, otthon ugyanúgy élő a magyar anyanyelv, Igen. otthon magatokban Igen. négy fal között azért csak magyarul beszéltek, Igen. feleséged pedig Ausztrál Igen. Anna. Hogy élitek meg itt a telet, a nyárból a télbe utazván? Nagyon élvezzük, az az igazság, eljöttünk, akkor Ausztráliában 36 fok volt, tehát kánikula volt és ez nem csak, hogy meleg, de a párat is, hogy 80-70 is, és ez, 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 kibírhatatlan pár nap után. Úgyhogy, és, és a gyerekek, ugye még, nem tudom, a Benji, ők most 13 éves, 2012-ben volt itt két évesen karácsony, karácsonyra, de ugye azóta nem voltak itt még télen, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény. És mondtam, csináltak Hóembert is, ugye kimentük a szabadban, nagyon szép volt. Nagyon, nagyon ők hogy fogadták a filmedet? Az igazság, hogy még nem nézték meg, mert a film olyan témával foglalkozik, és olyan tényeket tár fel, amit, amik szerintem még egy 12 éves és 10 éves, 13 és 10 éves gyereknek még nem, nem, való. A kutatásokban kik segítettek? Ugye az egyetemen dolgozom, tanítok, és bevontam a diákjaimat. Nagyon sokat dolgoztak rajta, és, és Budapesten is voltak munkatársak, úgyhogy egy nagyon nemzetközi projekt volt ez, igen. Hát a kisfilm már eddig is sok díjat kapott, igen. úgyhogy kívánom, hogy a díjeső folytatódjék. Köszönöm, Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.